Üdvözlöm Önöket, Tóth Enikő vagyok. A Hazahúzó mai adásába folytatjuk Eger környéki kirándulásunkat. Többek között ellátogatunk a Szépasszony völgyébe, az egri törökfürdőbe és egy marcipániába is, de hogy ez mitől érdekes, az adásunkból kiderül. Tartsanak velünk! Eger az Észak-Magyarország régióban, az Eger-patak völgyében, a Bükkvidék délnyugati szélén helyezkedik el, jelentős oktatási és kulturális központ. Az egri borvidék központjaként a legjelentősebb magyar borvárosok közé tartozik. Az egyik pincészetbe, a Szépasszony völgyébe, és Tarnai Évával fogok beszélgetni így a borokról, meg hogy mégis milyen pincészetek vannak itt. Mesélnél róla nekünk egy kicsit, kérlek? Nagyon szívesen. Hát nagyon sok pincészet van itt Egerben, a Szépasszony völgyében. Erről is híres, szerintem ez a legkülönlegesebb adottság ennek a helynek, hiszen itt magában a völgyben 48 tufába vájt pince van, ezek úgynevezett lyukpincék, ahol a legtöbbjében ma is kapható bor. Régebben ezek leginkább ilyen borkimérések voltak, tehát igazi háztáji borokat lehet inni, de nyilván ez ma már megváltozott, és a legtöbb nagyegri borászat is megtalálható itt. Azt szoktam mondani, hogy aki eljön Egerbe és lejön hozzánk a völgybe, az az egész borvidéket meg tudja kóstolni. És akik ide látogatnak, melyik borokat kedvelik? Rozé, vörös, fehér, száraz, édes. Azt gondolom, hogy nagyon változó, de aki Egerbe jön, az nyilván nem hagyja ki a Bikavért, tehát hogy azért az egy nagyon erős márka, zászlós hajó, úgy szoktuk mondani, tehát mindenki kóstol egy Bikavért. Azt gondolom, hogy manapság már kóstolnak mellé egy egri csillagot, ugye, ami egy kb. 10 éves márka, és azért találta ki tényleg a borvidék, hogy egy fehér küvét is meg tudjuk mutatni, pont azért, mert a legnagyobb különlegessége szerintem ennek a borvidéknek, hogy nagyon sok fajta kiválóan érik, tehát nagyon jó minőségbe terem, és ezért nagyon jó küvéket tudnak készíteni. És ugye a Bikavér az egy vörös, és ennek a párja a fehér. Egyébként száraz, édes, féléles ízlés dolga. Nekünk is van itt most az asztalon két fajta bor, mesélnél róla egy kicsit? Hát ugye az egyik az, az, egyik az egri Bikavér, a másik pedig az egri csillag. Amikor valaki az ugye, hogy kettőből szedne, akkor ezt ajánljuk, hogy kóstolják meg. Önthetek neked? Igen, köszönöm, rád bízom. Jó, hát klasszikusan ugye fehérrel kezdünk, úgyhogy legyen akkor az egri csillag, ami egyébként azért is érdekes, mert márciusban ünnepli a borvidék az egri csillagot, ilyenkor van az egri csillag hét, ami egyébként egy ilyen országos rendezvény, és azt reméljük, hogy az ország legtöbb pontja és nagyon sok étterembe kóstolnak ilyenkor egri csillagot. Pont azért, hogy népszerűsítsük ezt a nagyon-nagyon finom bort egyébként. Hányféle bor van különben itt? Legalább 30 féle szőlő. Szőlő, bocsánat, igen. Semmi baj, bor az rengeteg, tehát ugye ahány pincészet, annyi bor, de nagyon sok, tényleg az, hogy ez egy úgynevezett hideg borvidék, tehát hogy egy hűvösebb klíma van, és ezért különleges fajták is megteremnek. Jó. Kóstoljuk meg? Kóstoljuk meg. Hát egészségedre. Egészségünkre. Bocs, én megillatolom, ugye mindig, de hát igen, te pedig megkóstoltam ezerszer, de ez egy ilyen szokás. És ma még vezetünk is. Na hát, igazából a küvéboroknak általában véve az a lényege mindig, hogy van egy fajta bor, uh-huh. És akkor annak a legjobb jegyeit teszi bele, és minden fajtával, amit hozzátesznek, még jobb lesz, tehát egy különleges lesz. És egyébként nem szabad, hogy egyik bort is, bor karakter is abszolút hajazzon, hanem egy új bornak kell létrejönni, ez az egri csillag. És mikor jönnek a legtöbben, melyik évszakban? Vagy ez így változó? Nyár és az ősz, nem. Itt úgy kezdődik a szezon, hogy március 15 az első tap, és a főszezon az május 1-el kezdődik. A legtöbben nyáron és ősszel vannak. Szerencsére ősszel egyre többen, az egyesületünk egy nagy érdemének gondolom, hogy a Szépasszony volt ilyen szempontból megerősítette, hogy igenis jó borért lehet idejönni, és csak egyre többen jönnek azért, mert itt egy pohárral körbe megy, és megkóstolta az egész borvidéket. Beszéljünk egy kicsit az egyesületről, hogy mikor jöttetek létre, mit lehet róla tudni?
Az Egyesület az 2007-ben jött létre. Én onnantól tudom a történetét inkább, mikor én átvettem 2017-ben a vezetését, hiszen mi akkor költöztünk ide borászatként, és rögtön azt gondoltuk, hogy sok-sok tennivaló van, és annak szívesen az élére állnék. És az Egyesületnek egy mondatban mindig azt szoktam mondani, hogy jobb legyen a völgy, tehát egyre jobb hely, jobb és jobb hely legyen. De nyilván alapvetően marketing feladatokat látunk el, tehát hogy nem csak jobbá tegyük, hanem ennek hírét is vigyük. De nekünk köszönhető, hogy itt játszótér épült, hogy van gyönyörű közvilágításunk, nyáron koncertek, rengeteg programot szervezünk. Szóval dolgozunk sokat a völgyért egyébként, és tényleg egyesületi formában, non-profitban mindenki beleteszi, amit tud, és igyekszünk, hogy egyre jobb és jobb legyen. És vannak új borászok, különben jönnek mindig újak, gondolom a régiek mellé, tehát vannak gondolom ilyen régebbiek, akik már évek óta itt vannak, akik ilyen törzsgyökeresek. Azt szoktam mondani, hogy annyiban mindenképp nagyon jó munkát végeztünk, hogy a nagy hírverést csináltunk a völgynek, hogy rengeteg új hely nyitott az elmúlt 2-3 évben itt a völgyben, amire én tényleg a legjobban büszke vagyok, vagy hogy tényleg a legnagyobb borászatok jöttek le. Nekem az a célom, hogy minden nagy név itt legyen, tehát mindenki, aki számít, aki fent van az egri borvidéki térképen, az a völgyben megjelenjen. Látom, hogy van nagyon szép prospektusotok is, és miért a lila színt kapta? Szerettünk volna valami egyedit, és olyat, ami a borhoz köthető, és ez igazából seprőszín, tehát egy ilyen nagyon jellegzetes seprőszín, de igazából lilának nevezzük, és úgy is azonosítjuk magunkat, hogy mi vagyunk a lilazáslós pincék, tehát aki erre jár, az ha keres egy lila táblát, akkor egy egyesületi taghoz fog betévedni. És akkor gondolom itt benne vannak, hogy milyen pincészetek. Így van, benne vannak a pincészetek, minden pincészet egy rövid bemutatkozás, hogy milyen bort érdemes ott kóstolni, és egy kicsit rólunk. Mióta nevezitek Szép Asszony Völgyének, mikor alakult? Történetileg szerintem vagy 200 éve. Tehát a régi pincesor az talán a 1700-as évek végén válták. Most kb. 200 pince van a régi pincesorral együtt. Az új pincesor az az 50-es években már friss vájatok, és igazából most meg a rendszerváltozás után élénkedett, meg ilyen számoló turisztikai jelentősége lett azóta inkább. És hogy jött létre? Püspöki borászat volt eredendően, itt tárolták a boraikat, de előtte volt, ugye disznófősornak hívnák, előtte volt disznólegelő, egy ilyen kis csendes völgy volt. És miért pont ez lett a neve, hogy Szép Asszony? Szép Asszony? Hát ez többféle legenda van mögötte, nekem az a kedvencem, hogy volt egy kikapós borászfeleség, ahova jártak udvarolni, és őről nevezték el Szép Asszony Völgynek. Milyen jó kis történet. Igen. Aki ide ellátogat, nem csak finom borokat kóstolhat, hanem rendezvények is vannak itt, ugye? Így van, egész évben színesítjük a völgy programját rendezvényekkel, aminek egyébként elsősorban az a célja, hogy minél nagyobb közönségnek megmutassuk a borainkat. Általában valamilyen tematikus borkóstoló alapján tudnak végigmenni a pincészeteken az emberek. Most a csillagtúra, ugye szépen megyünk a szezonnal együtt, márciusban volt a csillagtúránk, áprilisban a legnagyobb rendezvényünk a Hungarikum Piknik, ami ugye a Bikavér Hungarikummá avatásának születésnapját ünnepli minden évben, és az egy viszonylag nagy országos rendezvény, mert olyankor az egri Bikavér, mint Hungarikum vendégül látja az összes többi nagy gasztrohungarikumot, tehát ez egy kétnapos nagy rendezvény, és utána hónapról hónapra valamilyen bort köszöntünk, vannak rozé nyári napok, ősszel a legnagyobb rendezvényünk a Szüret, van most már évek óta, tehát 6. évbe kerül megrendezésre a nagy Bikavér túra októberben, és a decembert zárjuk egy ilyen kis adventi rendezvényel. Ennek az előnye, hogy előre lekóstolt borokat tényleg meghatározott tematika alapján által valami klassz játékkal összefűzve vagy koncertekkel kiegészítve nézhetik meg, vagy kóstolhatják meg a borainkat, megnézhetnek körül a völgyben az emberek. Tényleg egy kellemes egésznapos programot kínál. Hál' Istennek nagyon sok a látogató, és azért ők szeretnek itt megebédelni, megvacsorázni. Az egyesületünknek is több étterem tagja van, úgyhogy ott is mindenképp érdemes a lila zászlós helyeket keresni, hogyha az ember jót akar meg finomat enni. Kiváló minőségben, igazi magyaros ételekkel várják a vendégeket. Ha már előbb említetted a lila zászlót, hogy lehet valaki lila zászlós?
Az egyesület az nyitott, tehát bárkit befogad. Ha jelentkezik hozzánk, hogy tag szeretne lenni, akkor az kell, hogy tudja azokat az elveket valamiért mi, és higgyen abban, amiben mi, hogy a völgy az mivé nőheti ki magát. Terveztek valamilyen újítást majd? Most a legnagyobb újításunk az lesz, ami nem csak a miénk, hanem elsősorban a városé, de velünk együttműködve, hogy a itt működő Márai Központból egy borturisztikai központot csinálnak, a borvidék, vagy szerintem nem csak az egri borvidéken, majdnem az összes borvidéken először, és ott lesz talán végre egy Bikavér Múzeum Elgernek, meg egész évben egy információs pont a borvidékre. Akkor érdemes ide mindenkinek ellátogatni, aki csak bort szeretne kóstolni, vagy aki csak a rendezvényen részt venni, de egyben a kettő az meg még jobb. Így. Az egri törökföld több évszázados múltra tekint vissza, és Molnár László lesz a segítségemre, hogy bemutassa, mikor épült ez a komplexum. Magát a törökfürdőt 1610 és 17 között Arnold Pasa építette, de azt gondolom, hogy maga a története az még egy bő száz évvel korábbra tehető. Az első írásos feljegyzések az 1495-ből származnak, amikor mint melegvizes fürdőházat említik, majd az 1500-as évek végén ugye elesett az egri vár, akkor jött egy török uralom, és ez alatt az idő alatt teljesen megváltozott az egri fürdőkultúra, akkor épült meg 10 és 17 között ez a török fürdő. Majd ezt követően, hogyha tovább tekintünk, a megszállást követően visszakerült az érsekségnek a kezébe a török fürdő, de ekkorra már kezdett az állaga leromlani. És nagyjából az 1700-as évek elejére már olyan állapotba került, hogy például ez a kupola, ami alatt állunk most, ez összeomlott, megszűnt is, de enélkül létezett maga a fürdőház, illetve akkor már török fürdő. A fürdő mellett egy tó volt, ami most az egyes medencénknek a területét jelenti. Ott akkoriban termálvíznek, hévíznek nevezték, ma már ezt nem ennek nevezzük, hanem gyógyvíznek. Ennek az átépítése nagyjából a török uralom után indulhatott meg, és egészen a 1900-as évekig kellett várnunk, mire egy olyan medence formájú létesítmény jött létre a tó helyén, amit ma már medencének tudunk nevezni. Ezt követően ugye a medencének akkor még egy ilyen szabálytalan formája volt. Ugye volt mellette egy malom, egy vízi malom. És akkor a malom elbontását követően már egy szabványos méretű medence jöhetett létre, illetve valamikor 1800-as évek elején maga a török fürdő abból a romos állapotból már egy felújított, újszerű állapotba került. Azóta többször átépült, többször sorra került ennek a felújítása. A legutóbbi felújítása néhány évtizeddel ezelőtt történt meg, azóta ebben a mostani állapotban található. Hány medence található itt? Van egy nagyobb medence, ez található itt mögöttünk, illetve öt kisebb medence. Ezek nagy része töltő-ütő medence, tehát a török fürdő alatt található forrásból táplálkozik, illetve van két olyan medencénk, ami élmény elemekkel van tüzdelve, az vízforgatós, ott nem ennek a forrásnak, hanem egy másik forrásoknak a vize van, illetve az melegítve is van. Mert ez a víz, amit mögöttünk van, ez ilyen 30 fok körül van, a két melegebb vízű medencén meg 34 és 36 fokosak. Ugye ezek gyógyvizek, milyen panaszokra ajánlja? Ez radontartalmú gyógyvíz, az egy ilyen gáz. Onnan lehet felismerni, hogy a medencéből ilyen kisebb buborékot törnek elő. Ez alapvetően mozgásszervi betegségekre alkalmas. Van a török fürdő mögött két ilyen kisebb medence, egy gyerek, meg egy felnőtt medence, többnyire ott szoktak úszni az emberek, de úszásra ezek a medencék is alkalmasak, csak ez más kialakítású, nem úszó medence, itt inkább fürdőzni lehet. És mint mondtam, alapvetően mozgásszervi betegségekre, ízületi mozgásszervi betegségekre alkalmas. Akik ide látogatnak, különben milyen szolgáltatáson tudnak részt venni? Gondolom, ugye
kipróbálják a különböző medencéket, de van-e még valamilyen másfajta szolgáltatás? Van, van. Egyrészt a Tüdőkfürdő hétköznaponként délelőtt gyógyászati tevékenységek zajlanak itt. Gyógytornáktól kezdve gyógymasszázsok, mint gyógykezelések. Ezt követően délután, illetve hétvégente az élményelemek is beindulnak a kisebb medencéinkbe, illetve többféle szaunával is rendelkezünk, fint, infra és gőzszaunával is. Ha jól tudom, itt van egy szökőkút, vagy egy vízes, és talán ami télen nem fagy be, ugye? A dögönyöző mellett található egy ilyen kis tavacska, egy szökőkúttal a közepén. Erről azt érdemes tudni, hogy ez télen-nyáron működik, nem szükséges leállítanunk, mert nem fog befagyni. A vize a mögöttünk látható forrásból táplálkozik, így télen-nyáron minimum 26 fokos, nem szükséges leállítanunk. Kopcsik marcipániában több mint 120 tárgy készül cukortésztából, illetve marcipánból, és a marcipánia bemutatásában Hajnal Georgina lesz a segítségemre. Mikor alakult ez a marcipánia? 2005-ben nyitott a kiállítás a barokkszobán kívüli tárgyakkal, és 2008-ban került átadásra maga a barokkszoba, ami meg a mesternek az életmunkája. Miért pont marcipánia? Miért ez lett a neve? Ez Kopcsik Lajos mestercukrász találta ki ezt a fantázia nevet, mikor megalapították ezt a kiállítást. Igazából ez az ő ötlete volt, mert hogy ugye marcipán anyagból is készültek tárgyak, de ugye főleg cukortésztából. És ezek különben ehetőek ezek a tárgyak? Igen, ezek ehetőek. Annyiba különbözik ez az anyag a marcipántól, hogy nem tartalmaz mandulát, így nem avasodik, nem folyósodik, hanem ez porcukor és zselatin keveréke. Ilyen nincs nagyon, nem? Máshol Magyarországon. Egyedülálló kiállítás, igen. Vannak más marcipán kiállítások, ők szintiszta marcipánból készítik a tárgyaikat, ugye Szentendrén, vagy akár Pilisvörösváron. Lajos bácsi meg ugye ebből a cukortésztából készítette. És milyen jellegzetes tárgyak vannak itt, ha mondjuk kiemelni a kettőt, hármat? Ugye egerrel kapcsolatos tárgyakat készítettem, mint a mineret, vagy egy óriási bikavéres üveg, illetve látható itt a barokkszoba, vagy híres festők munkái, Van Gogh, Vasarely. Tehát akkor van itt minden? Minden. Igazából minden korosztálynak kedvezett, igen. Gondolom a látogatók szeretik. Igen, nagyon. Mindenki talál magának kedvére valót, ugye van kis fuktól kezdve a népművészeti tárgyakon át, elég korszerű kiállítás. És terveztek majd valamilyen újítást, vagy ez így fog maradni? Idén lett egy újítás, hogy az egyik tárgyat kicseréltük a vándor kiállítási anyagból, ami főleg a mesternek a kedvence volt, a zenével kapcsolatos, azért is látható a legtöbb tárgyban valamilyen zenei motivum, mert mikor ő ezeket a tárgyakat készítette, mindig komoly zenét hallgatott. Mennyi idő egy ilyet elkészíteni, például egy ilyen, mondjuk egy kisebb tárgyat? Egy-egy tárgy elkészítését maga a mester sem tudta igazából megmondani. 3 év alatt készült el a barokkszobán kívüli tárgyak, illetve maga a barokkszoba 3 év, úgyhogy itt 6 év munkája van kiállítva. Mikor ezzel elkészült, akkor pedig szintén 3 évet áldozott egy vándor kiállítási anyagnak az elkészítésére. És mennyi ideig maradnak ilyen épek ezek a tárgyak? Hát a mester szerint akár ezek 100 évig is elállnak, aztán majd az unokám megmondja, hogy így volt. A cukrászmester egyedül készíti ezeket a tárgyakat, vagy van azért segítsége? Van segítsége, 3 csapatban készítették ide a tárgyakat. Kopcsik Lajos mestercukrász, Herceg István grafikus művész, illetve Sevők Sándor a cukorcsiszoló mester. És díjakat nyertek vele különben? Igen, a mester egyébként a többi munkájával is kapott. 2-szeres Guinness rekorder, Oscar díjas, Venesz József díjas cukrászművész, úgyhogy amit el lehetett érni a cukrászatba, azt ő mindent megkapott. Hát nem csodálom, hát ez tényleg egy különleges tehetséggel azért, hogy valaki ilyet csinálja.
Mi az, hogy cukorcsiszoló mester? Hát ilyen szakma egyébként nincsen, hanem ez a cukortészt, amikor megszárad, ez nagyon kemény, illetve érdes a felülete, és ezért a mesternek a sógora egyébként a Segbők Sándor, és ezt a szakmanevet kapta, mert először fel kell csiszolni ezt a cukortésztát, utána tud a másik két művész dolgozni az anyagokon, ezért is nem tudják, hogy egy-egy tárgy mennyi idő alatt készül el. Ide jöttünk a barokk szobához, de ez mitől különleges ez a szoba? Ez a szoba a mesternek az életmunkája, úgy is nevezte el, hogy barokk szoba, mert hogy ugye Eger a barokk és borok városa. Ezt a szobát ezt igazából ő álmodta meg, azt az érzést szerette volna kelteni vele, minthogyha a tulajdonosai most mentek volna el otthonról, és minden, ami ábrázol van ebben a szobában, a tapéta, a falon, a parkettel földön, illetve az összes belső bútorzat, minden cukortésztából készült. Ez porcukor és zselatin keveréke, mikor megszárad olyan kemény, mint a porcelán, így akár 100 évig állnak ezek a tárgyak. A két nagy porti a mestert és a feleségét ábrázolja, a két kisebb pedig a két unokáját. És mennyi idő volt megcsinálni ezt a szobát? 3 év munkája volt a szoba elkészítése. És van valamilyen módszer, nem tudom, hogy hány fok lehet bent a szobába, tehát van valamilyen szabályzat erre? Megy benne, külön klímája van a szobának, de igazából erre nincsen szükség. Az a lényeg ezekben a tárgyakban, ez a kinti tárgyakra is érvényes, hogy víz ne érje pára, úgyhogy azért látható itt is egy ilyen páramentesítő készülék, mert ezzel óvjuk a szobát. És milyen tárgyak találhatók még itt bent? Tehát, hogy itt akkor tényleg minden marcipánból van, ugye? Igen, itt három tárgy nem cukortésztából készült ebbe a szobába, a hegedűnek a húrja, a tükör, illetve az óraszerkezet, de bent, mondom, a tapéta a falon, a parketta a földön, a kanapé, minden egyes belső bútorzat, még a csont is a kutyának cukortésztából készült. Ugye te tárlatvezetőként dolgozol itt, úgyhogy akkor most körbevezetsz engem, hogy melyik szobában, meg hogy milyen érdekességek vannak itt. Igen, ennek a teremnek az az a jó tulajdonsága, hogy ez két részre oszlik. Ugye van az idősebb generációnak kedves ezek a népművészeti tárgyak, vannak elkészítve, van itt kalocsai köténytől, hevesi mintás párnáig látható minden, illetve különböző népművészeti egységek ugye bele vannak szőve egy palettába. És a másik oldalon pedig láthatóak, főleg gyerekeknek kedvező kisvók, vagy pedig a Lepkék Álma című kiállítás, illetve új háromdimenziós technikával ábrázolva Ludas Matyi, illetve Döbröginek a története. Igen, meglátom, van pompom is, tehát ez egy ilyen kis mesevilág. Igen, igen, ez itt a mesesarkunk, igen. Ebből érdekesség például a Lepkék Álma című alkotás, amit a Kristóf rajza mellé lett elhelyezve. Ennek az az apropója, ennek a két tárgynak, hogy Kopcsik Lajos mestercukrásznak az unokája készítette a rajzot, és ő gyűjtött lepkéket, a mester megirigyelte, és ő is készített magának egy cukor tésztából készült lepkék. Akkor unoka adta az ötletet. Igen. Illetve itt a mesék mellett látható egy gramofon, ennek az egy tárgynak a belső váza egy farönk, hogy meg tudja tartani a gramofonnak a töltsérjét. Itt melletted látható ez a nagy barokk álló óra. Ennek az az érdekessége, hogy az óra szerkezet fém, ez pontosan járó óra. Az óra, a váza az hungarocell, és úgy van ráépítve 1 centi vastagon ez a cukortészta. Úgyhogy ez sem fából készült. És itt még mit láthatunk? Ebben a teremben látható még Herceg István által tervezett címere a mesternek, Szakmám az életem címmel. Ez teljesen igaz volt a mesterre, úgy érte, illetve az egész életét, meg az mindent a szakmának szentelt, és tényleg el tudod menne teljesen merülni, úgyhogy voltak olyan napok, amikor este már úgy szólt a feleség, hogy vacsorára ideje lenne hazajönni. Illetve a csatlakozás emlékére elkészítette ezt az uniós tortát, de itt látható a vándorkiállítási anyagból most kiállítva a Muzsika című alkotás is. Ugye a legtöbb tárgyban látható valamilyen komoly zenei motivum vagy zenei eszköz, azek azért vannak, mert a mester, amikor ezeket a tárgyakat készítette, akkor mindig komoly zenét meg barokk zenét hallgatott.
minden alkotás tulajdonképpen Eger tiszteletének a jelképe, az egri bikavér elkészítve, ugye az a legnagyobb tárgyunk, illetve itt mellettem látható a minaret, ez is cukortésztából készült, illetve egyéb nevezetességek, ugye a várra emlékezve az 1552-es dobódíszpajzs, illetve pirkeriesek, egrieseknek a tiszteletére egy portré, ami szintén Herceg István kezemunkája, illetve látható itt Gárdonyi Gézának az emlékére is egy emlékvitrin. Itt vagyunk a Hotel Villa Völgyben, és Ocella Józseffel, a szálloda tulajdonosával fogok beszélgetni. Mikor épült a hotel? Mit lehet elmondani róla? Hát a hotel meglehetősen régen épült, bár akkor még nem mondható, hogy hotel lett volna, ezek apáca laknak készült. A kis kápolna mellettünk az, és maga ez az épület, amiben most a főépületünk, amiben a recepció is található, ez nagyon régen, 1903-ban épült, és egyházi tulajdonban volt, majd utána államosítás történt, és utána került ki a privát szférába, amikor megvásároltam 24 évvel ezelőtt, inkább már lassan 25. Akkor csak ez az egy épület volt, 10 szobával rendelkeztünk, már nem voltak apácák, és igazából itt indult a szállodának az igazi élete. Következő években folyamatos fejlesztéseken mentünk keresztül. Bővültek a szobaszámok, a szolgáltatások. Hát ugye abban az időben, amikor kinyitottunk, akkor igazából ez a wellness hotel, mint fogalom, még nem is nagyon létezett. Voltak szállodák, talán volt néhány úszómedence, vagy szauna, vagy esetleg teniszpálya, de igazából utána alakult ki ez a trend, ez a wellness hotel jelleg. És akkor mi is megpróbáltunk egyre jobban ebben az irányban elmenni, és minél több szolgáltatással szerettük volna az ide látogató vendégeket kényeztetni. Ezért egy wellness részleget, kinti medencéket építettünk, és maga a szobaszámokat is ennek megfelelően bővítettük. Akik ide látogatnak, milyen szobatípusok közül tudnak választani? Hát deluxe és superior szobáink vannak, erkélyes, földszinti szobák is vannak, bár abból elég kevés, mert a földszinten jellemzően a szolgáltatási részlegek helyezkednek el, recepció, wellness, étterem. A gasztronómiával kapcsolatban, ha már az éttermet megemlítettem, tájjellegű ételeket, házi sajtokkal, húsokkal dolgozunk, amihez a borainkat is szívesen ajánljuk. Igen, hogyha, mert hogy nektek van egy pincészetetek igen, hogyha valaki kedveli a finom egri borokat. Illetve nyáron, nyári időszakban, amikor megjelennek a külföldi turisták, és akkor színesítjük ezt a tájjellegű ételeinket nemzetközi ételekkel is, hogy a külföldről érkező, és a magyarok a hazai turisták körében is nagyon kedveltek ezek a különböző nemzetközi konyháknak az ételeivel, amit heti rendszerességgel változtatunk. Minden napra más jelleget próbálunk biztosítani a vendégeknek, és ugye a szállod adatságából kifolyólag, hogy nagyon a természetben vagyunk benne, és sok a zöld felület, megpróbáljuk ezt heti több alkalommal is a grillpartik és a kerti sütésfőzéseket a szabadban megcsinálni a kedves vendégeknek. Említetted, hogy ugye van wellness részlege is a hotelnak, ott milyen szolgáltatások vannak? A standard szolgáltatások, kinti-benti medencékkel rendelkezünk, a kinti medencék
azok nyár elejétől késő őszig működnek. Furtunk termelt utat, de sajnos itt Egerben a lehetőségek nem azt adják, mint a környező településeken. Nem lett annyira meleg a vízünk, amit használunk a fürdőben, tehát hogy az egész évben a kültéren is lehessen fürdőzni benne. A benti részlegen pedig a hagyományos dolgok, a gőzkabintól kezdve az infrakabinok, szaunák, aroma kabinok, masszázs. Kiknek ajánljátok a szállodátokat, inkább a fiatalabbaknak, vagy az idősebbeknek, családosaknak? Hát ez nehéz megmondani. Igazából nem vagyunk kimondottan, tehát az adottságaink nem a legjobbak a kisgyermekes családok részére, tehát nem tudjuk azt biztosítani, mint a kimondottan olyan szállodák, akik a kisgyermekes családokat célozzák meg. Hát egyéni vendégek közül ugye a fiatalabbaknak, akik keresik, ugye nagyon közel van hozzánk, tehát gyalogos sétára, 5 perc séta gyakorlatilag a Eger Borok nevezetesség a híres Szépasszonyvölgy, tehát nem fontos autóval eljutni, elsétálnak egy nagyon kellemes séta, és akkor utána ott, hogyha ezt megnézték, megkóstolták, akkor vissza tudnak jönni. Tehát igazából ez a szállodánknak az előnye. Nyilván akik Egerbe jönnek, azok megvannak Eger nevezetességei, ezek közé beletartozik a Szépasszonyvölgy is, és akkor ide talán egyszerűbben eljutnak. De egyébként Egerben nem igazából vannak nagy távolságok, tehát egy elég kis városnak lehet mondani, és hát egy negyed órás sétával a belvárosba is el tudnak jutni, hogyha valaki nem akar, de autót vinni magával, a parkolás már itt nálunk is elég körülményes, mint bárhol máshol, de az már egy picit hosszabb sétált ezt igénybe. Én úgy gondolom, nem mindenki él ezzel a lehetőséggel. A hotel után feljöttünk ide a szőlőbirtokra, ugye terepjáróval jöttünk fel, mert hogy említetted, hogy ti borászattal is, vagy hogy van borászatotok, tehát van szőlőbirtokotok is, hogy borkészítéssel is foglalkoztok. Mesélnél nekem egy kicsit erről, kérlek, hogy miért pont itt van, és mit lehet elmondani erről a helyről? Igen, néhány évvel ezelőtt kapcsolódott a szálloda mellé ez a borászat, és ezzel a területekkel is van egy borospincénk, feldolgozóval és a maga a szőlőültetvények. Itt vagyunk most a Mészhegyen, ez egy nagyon régi, tradicionális területnek számít. A felvételek alapján már láttuk, hogy az 1700-as években is szőlővel voltak a bizonyos területek itt betelepítve. Eléggé kiesik a várostól, nehezen megközelíthető. Valójában a látszik, hogy a terület néhány része elég meredek, a művelés is nehézkes, de ettől függetlenül van több ilyen pici kis romos kunyhó, amit a területen láthatunk. Ezek is azt mutatják, hogy a régi öreg szőlősgazdák a legjobb területeket választották ki több száz évvel ezelőtt is. Maga az elnevezést, a Mészhegy az igazából elég megtévesztő, ugyanis nem is hegy, nem is mész, inkább egy kis dombocska, egy ilyen 300-350 méter magas lehet mindössze. Miért adták neki akkor ezt a nevet? Ezt a Mészhegyet a színéből arra következtettek, meg ugye itt a Bükknél, ez egy addig tart valahol a Bükk hegység, amit itt látunk a távolban, és az ott inkább a mészkő dominál, ez viszont vulkanikus eredetű, tehát ez egy 40-50 millió évvel ezelőtt működő vulkán volt. Gyönyörű a hely különben, tehát magáért beszél a látvány. Azért megéri ide kijönni, még ha messze is van. Igen, nem csak a látvány miatt, hanem ugye egy bármilyen akár szőlőt, akár mezőgazdasági ültetvényt, bármit szeretne az ember
termeszteni. A legfontosabb dolog mindig a termőterületnek a kiválasztás. Ez meg fogja határozni az ott betakarításra kerülő növényeknek a minőségét, jelen esetben a szőlőjét. Az, hogy miért lett mészhegy, igazából ezek a világos, lapos, kemény kövek, ezek borítják a felső rétegét ennek a hegyecskének, mondjuk így, és nagyon jól tartják a meleget. Nagyon jól átengedik a vizet, tehát ugye most is eléggé szeles a levegő. Ideális a bioművelésre is, és ezt szeretnénk is a közeljövőben folytatni az ültetvényeinken. Tehát ha van egy esős időszak, nagyon gyorsan leszivárog a víz, a szél nagyon gyorsan felszárítja, illetve ha kisüt a nap, akkor ez úgy működik, mint egy cserépkályha. Ez gyakorlatilag a vulkánnak a lávája, ami a felszínen, és az összetörezett kőzeteknek a maradványa. És alatta helyezkedik el, amit már mindenki ismer, a tufa kőzet. Ez adja gyakorlatilag a területnek a különlegességét, és azt a lehetőséget, hogy igazából jó minőségű vörösborokat tudjunk itt készíteni a leszületelt szőlőből, mert nagyon kevés ilyen termőterület van, ahol ezeket meg lehet találni, és ezt tudja biztosítani a tényleg jó minőségű és ásványokban, ízekben gazdag szőlőbogyóból készülő bornak a minőségét. Hektáron helyezkedik el itt a szőlőültetvény? Hát ez itt 17 hektár van bekerítve, de ebből nincs minden betelepítve még. Vannak üres területek, és azoknak a betelepítése a közeljövőben fog megvalósulni. Milyen fajta szőlők vannak? Itt ezen a hegyen csak vörös szőlővel foglalkozunk. Merlot, Cabernet Franc, Syrah, Pinot Noir, kékfrankos. Hoztunk ki magunkkal bort is, úgyhogy melyiket ajánlod, melyiket kóstoljuk meg? Két fajtát hoztunk, ezek milyen fajta borok különben? Egy Superior Bicavér, bocsánat, idejövök melléd, és van itt egy Merlot, melyiket? Amelyiket te ajánlod, te vagy a szakember, úgyhogy rád bízom, hogy melyiket kóstoljuk. Jó. Ezt, jó? Jó. Megengeded, rendben. Akkor felbontom, és rendben, töltök neked. Köszönöm szépen. Megtöltök a... Nagyon felületem. Jó. Majd mindjárt... Csak egy kortnyit, csak egy keveset kérek, köszönöm. Parancsolj, egészségedre. Ha még bírjuk ezt a... Nagyon finom illata van. Mi ennek a bornak a különlegessége, vagy a jellegzetessége? Nagyon szép melló, gyümölcsös, csokoládés ízekkel, kóstoljuk és meg, egészséget! Egészségedre, köszönöm! Hajamat közben félreteszem, mert a szélbe fújta. Tényleg nagyon finom. Örülök neki. Nagyon ízlik, köszönöm. Egészségetekre. Néhány éve üzemel körülbelül a Villavölgy pincészet, ugye? Jól tudom. Igen, jól tudod. És a mészhegyről, ugye, amit leszületeltek, ide kerül a végtermék. Igen, szület után a feldolgozóba bekerül a szőlő, és miután kierjedtek a borok, akkor itt a hordóban érleljük tovább, még el nem készülnek, és utána pedig a palackokba töltjük be, és a palackos érlelés is ebben a pincében történik. Ugye látod, vannak asztalok is, mit keres egy pincében egy asztal? Hát, hogyha a szállodából van olyan igény vendégek részéről, hogy szeretnének esetleg egy borkóstolós vacsorát itt, vagy borkóstolni, akkor arra is van lehetőség, és akkor nekik itt megterítünk, és megmutatjuk, hogy milyen borokat készítettünk.
Látom, vannak fahordóitok, meg reduktív tartályaitok is. Igen, a rozsdamentes tartályokban a fehér borokat szoktuk készíteni, általában a reduktívokat, illetve a hordóban pedig a vörös borok érlelődnek. A pincét, azt ugye látod, nem tufa, ami jellemző az egri pincékre, hanem egy téglából, régi téglákból lett megépítve, ez nagyon jól biztosítja a tiszta levegőt és a borok készítéséhez a megfelelő klímát, úgyhogy ez nem egy szokványos tufa pincét az egri borvidéken. Hányféle bort készítetek? Hát egy 7-8 féle vörösbor és egy kb. 6-7 féle fehér bort. Ugye a szálloda volt előbb, de mi volt az az apropó, hogy legyen egy borászat is? Miután a hotel a Szépasszonyhölgyben helyezkedik el, ugye, ahogy mondtam, és itt nagyon híres egri borok találhatók, ezért úgy döntöttem, hogy a szállodához szeretnék egy saját pincészetet, és a kettő együtt tudna erősíteni a működésünket és a vendégeknek, és több mindennel tudnánk szolgálni. A wellnessen kívül finom borokat, finom ételeket is tudom most már prezentálni számukra. Foglalj helyet, kóstoljuk meg, amit a szállodában készítettek. Amint mondtam, próbáljuk a tájjellegű ételeket bevezetni mind a pincénél, mind pedig a hotelnél. Házi sajtokat, házi húsokat készítünk el. Nagyon gusztusos, és egy bor kísérletében. Igen, és ezt szervírozzuk a borkóstolós vacsoráknál. Milyen fajta sajtok vannak? Mindegyik házi készítésű sajt, hosszú érlelésűek, füstölt, gomolya, paranyica, és több éves kapcsolatra nyúlik vissza a házi sajtkészítővel a kapcsolatunk, és ezt a húsoknál is szeretnénk megvalósítani, hogy csak kézműves dolgokkal. Ami itt ezen a tálon van, akkor ez mind hazai. Igen, környékbeli termelőktől, igen. Kóstoljuk meg. Kóstoljuk meg. Nagyon finom. És ezekhez a sajtokhoz milyen borok illenek? Én úgy gondolom, hogy a hosszabb érlelésűekhez a testesebb vörös borokat, a kevésbé hosszú érlelésűekhez pedig akár fehér vagy rozét is el lehet nyugodtan fogyasztani. Hát tényleg nagyon finom dolgok vannak ezeken a tálakon, úgyhogy érdemes ellátogatnia ide mindenkinek, meg hát a hotelbe is, meg ha már a hotelben van, akkor érdemes ide kijönnie szerintem. Igen, mindenképpen ajánlom a vendégeknek, hogy próbálják meg és kóstolják meg a finom ételeket és a finom borokat. Véget ért Eger környéki kirándulásunk, ha tehetik, látogassanak el önök is a borok és gyógyvizek városába. Tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.